Hello, szia mindenkinek! Milán vagyok, és ez itt újra az SMK. Nagy kihagyások után ismét itt vagyok, sajnos, mint mondtam már, szerintem korábban a munkahelyemen voltak kis problémák, kicsit többet kellett bent lennem, mint terveztem, de ismételten itt vagyok, újult erővel. Sokan kérték, ha már munka, akkor munkahelyen sokan mondták, hogy nagyon sok a gameplay, és esetleg valami mást is szeretnének látni, mutassunk be valami olyasmit, ami ha már Xbox-on játszunk, akkor ehhez és mindenkinek elérhetőbb. Először is a Tanksra gondoltam, mint egy játékra, hiszen a Wargaming egyetlen játék, ami elérhető Xbox 2015 nyara Xbox 360-on már régebb óta játszható, illetőleg egyéb PC folyamatosan a többi Wargaming.net játék is lehet játszani, ugye van még a repülős, meg a csatahajós, ha jól emlékszem. Itt nekünk csak World of Tanks elérhető, digitálisan, ingyenesen letölthető, azonban a játékhoz volt szükséges, gold és 360-ra, ha jól emlékszem, akkor lehetett kapni egy úgynevezett lemezes verziót, ami nem a játék volt rajta, hanem ilyen plusz tartalmakat, tehát ilyesmit lehetett ugye vagy azt adott pluszban. Ugye gyakorlatilag egy ilyen csomagot vett az ember. Tehát, mint mondottam, ez egy MMO játék, tranzakciós, úgyhogy lehet itt fizetni, mint a katonatiszt. Online-os, hál' Istennek az ábrát megcsináltam, még nap éjfélkor, ma, mindegy, és őszinte leszek, nagyon rég játszottam vele. Alapvetően mit kell tudni, ez egy multiplayer játék. Tankokkal vagyunk. Több nemzet tankjaiból választhatunk, illetve a tankokban több fajtája. Ami nyilván a különböző taktikákban ad lehetőséget, hogy milyen taktikát játszunk. Itt a wargaming.net. Ezekkel lehet továbbugrunk a YouTube-os verzióban. Így van, itt töltöget fantasztikusan. Tehát igen, többfajta tankok vannak, majd ezt amint bejönnek el is magyarázom. Nyilván mindegyik tanknak megvan a maga stratégiai jelentősége, maga különlegessége. És igen, itt vannak a különböző játékmódok, mint látjuk, hogy 15-ben lehet maximum játszani, tehát 30 játékos tud magába foglalni. Nyilván ez a játékos szám függ. Igen, itt, hogy hozzá tud csatlakozni, mint alapvetően ezekben a játékokban, ugye barátokkal. Team Training nevében benne van, gyakorlás, és ez pedig egy PvE elleni harc. Nézzük a VR-t. No, ez itt a garázs, alapvetően ez a úgynevezett főmenünk. Itt láthatjuk a tankokat. Kezdetben a leggyengébbeket kapjuk meg. Én nekem itt azért már vannak erősebbek is. Különböző nemzet tankjaival, illetve különböző nemzet tankjait választhatjuk. Először meghatározott slotjaink vannak, ahány lehet ezeket pluszban vásárolni, nekem látom van kettő üres, nyilván azt későbbre tartom. Na, nézzünk széjjel, kezdjük. Tankok. Mint mondottam, különböző nemzetek vannak, nyilván olyanok, ahol feltételezem, hogy ezek a tankok léptek valaha. Tehát magyar tankot pölő ne keressünk, mert jól tudom, nekünk nincs saját gyártmányunk. Na, szovjet. Harmadik birodalmi Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína. Igen, itt látjátok, itt azért kevesebb választási lehetőség van, mint a nagyobb nemzeteknél, amint nagyobb katonai hatalmaknél. Japán, hát itt is azért kevesebb van. Egyesült Államok, és akkor megint visszatérünk a szóba, és most kiléptem. Na,
Alapvetően, nézzünk olyat, mindegyikben van minden, de szerintem olyan nem is biztos, hogy lesz. Na igen. Én, mint tudjátok, Szukablét falva, az Oroszország fan vagyok, tehát én ezen keresztül fogom most nektek így nagyjából a szinteket, illetve a tanktípusokat bemutogatni. Itt látjuk. Ez, szint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Ezen belül vannak különböző tanktípusok. Minden nemzet, ahogy elnézem, másmilyen tankok vannak legelőször. Igen, általában mindig a light tankkal indít. És a csaták által szerzett XP-kkel tudunk fejlődni. Ez a magasabb szintű járműveket venni és magasabb szintű csatákban részt venni. Nos, itt ugye megvan a zöldek, amiket már megvehetünk, illetőleg amik meg is vannak, és ahova tudunk tovább fejlődni, azok ugye világosabban, ami még nem elérhető, meg lakattal lezárva vannak. Tehát, mint mondottam, vannak ugye a light tankok, vannak a ennek egy egyszerű kis rombusz, ilyen fehér rombusz a jele, vannak a medium tankok, ez annyiban másabb a light tank, lassabb, erősebb páncélja van, erősebb löveggel rendelkezik, mint a light tank, de a light tank az meg nyilván gyorsabb és mozgékonyabb, mint ezek. Ennek van még egy változata, ugye a heavy tank, ugye gondolom se kell, hogy ez még nehezebb, még nagyobb löveggel rendelkezik, még több életereje van, illetőleg még lassan mozog. Ez egy újabb kaszt, ezek a tank destroyerek, ezeknek egy három szög a jele. Ja igen, a heavy és medium rombuszban, egység rombuszban, illetve azt hiszem van még a rombuszban kikos heavy tank is, de azok már csak nagyon magas szinten vannak így elit tankoknál. Igen, vannak a tank destroyerek, ezeknek a nagyon messzire tudnak ellőni, alapvetően is a nevükben is benne van ilyen snipernek mondanám, sniperhez hasonló karakterek ezek. Ha emberi katonákra vetíteném át ezt a dolgot. Illetve az én egyik kedvencem, a szupporter vagyok, az Arctic. Ugye a nehéz tüzérség vagy lövegek, magyarul ők ugye nagyon messze tudnak ellőni, nagyon-nagyon-nagyon tudnak sebezni, akár egy lövéssel jó találattal kilőni az ellenséges tankot. De nyilván viszont, mivel csak egy lövegek vagyunk, ezért mi viszont tudni, hogy egy lövés vagyunk bárkinek, úgyhogy bujkálni érdemes vele. Alapvetően ez az én kedvelt karakterem. Na és akkor, ha már erről így el kell beszélni, nézzük is át a... Alapvetően a tudunk a tankokkal csinálni. Ugye itt vagyunk a garázsba, különböző tankjaink vannak, és akkor upgrade. Vannak úgynevezett csomagok, ugye itt tudjuk felfejleszteni a szerzett XP-kkel, és itt lehet utána, ugye ez egy egyes szintű tank, átfejleszteni kettesre, attól függően, hogy mi éppen hova fejlesztettünk. Itt vannak a tankok, illetőleg jobb kész felül a tank típusa, illetve a összehasonlítási alapként a cheek diagramok, a tulajdonosa, a különböző tankok tulajdonságait bemutatva. Jaj. Igen. Is van. Crew, igen, minden tanknak van egy úgymond lege. Ezt is a szerzett pénz, illetve a mikrotranszakció által vásárolt arany pénzecskéből lehet fejleszteni, illetve
csaták alatt is fejlődnek valamit. És akkor őket lehet beültetgetni a különböző ba, és nyilván minél fejlettebb a legénységünk, annál hatékonyabb a gépezet. Supply. Igen, itt lehet úgymond felszerelni a különböző dolgokkal. Minden tanknak különböző lövegekkel lehet, tehát lőszerre lehet őket ellátni. Mindig van a legtöbbször az alap, az Armor Piercing, úgy jó a neve. Azon belül vannak különbözőek, mint láthatjátok, azt különböző gért lehet megvásárolni. És akkor ezt automatikusan vissza is tölti. Nyilván a legalapszer, bármennyit előhettek belőle, egy csata alatt nem tudtak tenni, hogy mínuszba jöjjetek ki, tehát az nagyon amatőr pancsának kell lenni, de szerintem ez egyébként úgyis sem megold, hogy nullára azért kijöjjön az ember. Na, az ilyen egyéb felszerelések, ezekkel egy-egy mérés alkalmára lehet felszerelni a tankot, illetőleg van olyan, ami többször, ami állandó is. Szerelés, tehát egy ilyen fix repair kit, tehát hogy meglőnek és akkor felhasználod, visszajavítja a tankodat. First aid, egyértelműen benne van, a legénységnek a sérülésein tud javítani. Azt, hogy remote speed governor, ez pedig ugye a tanknak a sebességén tud egy 10%-ot rádobni. De itt írja, hogy ez a szovjet és kínai járműveknél sérülést is tud okozni, erre emlékszem. Igen, ha nagyon hosszú ideig állandóan megyünk, vagy hegymenetbe, betesszük az autóban a sebességet, akkor azt hiszem egy idő után be tud dögleni a motor, és kellemetlen tud állunk a puszta kellős közepén. Hát igen, itt mindennek más, itt van egy ilyen tűzoltókészülék, ha kigyullad a tank, eloltják, ha olyan találatot, jellegű találatot kapunk. Jó. Egyéb felszerelés. Igen, itt föl lehet szerelni állandó jellegű dolgokkal. Kamuflázsnet, ugye ilyen rejtőzködő háló. Teleszkóp, messzire fogunk vele ellátni. Optika, meg messzire fogunk ellátni. A javítássebesség. Tehát ezek a állandó jellegű dolgok is drágábbak is. No. Igen. Mint mondottam, mikrotranszakciós játékról beszélünk, így hát miről is szólna másképp, mint a kinézetről is. Itt is lehet vásárolni különböző színeket a különböző tankokra. Feliratokat, mivel nekem orosz tank többségével, ezért tök klassz kis cirilbetűs dolgokat lehet rájuk rakni, hát emblémák. Hát, teljesen jók. Mindennel föl lehet szerelgetni ők. És lehet személyre szabottá tenni ez kis járműveket. Na, amúgy egyébként emblémák vannak nyilván. Pénztárca kérdése, alapvetően meg lehet ezt tenni, anélkül, lehet vele járni is. Igen, mikrotranszakción keresztül vásárolt pénzünkből vehetünk XP-t is. Érdemes sajnos befektetni. Előnyökhöz ilyen szempontból. Nos. Akkor a garázsban nagy a tankokról szó, tanktípusokról volt. Nézzük, vannak a opszok. Ezek gyakorlatilag ilyen elérendő célok, amiket be lehet állítani. Mutatja, hogy hány napig elérhető, illetőleg jobb oldalt, mit kell teljesíteni ezért, illetőleg milyen jutalom jár a különböző feladatokért. Például alapból kapjuk ezt a Tank Mastert, és írja is, hogy miket kell itt elérni hozzá, hogy megkapjuk. Hát elég sok mindent. Ahogy jól olvasom,
Light, heavy, igen, hát gyakorlatilag minden típusból le kell lőni egyet-egyet, és csak multiplayerbe lehet, tehát akkor gyakorló, illetve a PvE-be nem számít, és csak a 3-tól 10-es szintig, igen, ez általában itt szokott lenni, 1 és 2-es az gyakorló szint a kezdőknek, ám bár most sajnos én is annak számítok, mert őszinte leszek, évek óta nem játszottam. És akkor itt vannak a különböző feladatok, igen, 3-tól 10-ig. És kaphatunk itt is az ezüst pénzt, amivel vehetünk felszereléses dolgokat, illetve XP-t is kapunk bizonyos feladatokat változó. Ezek voltak az opszok. Stats, egyszerű statisztikai adat. A tankokkal kapcsolatban mennyit nyerünk, nekem talán a wow 100%-os, aj és egyet le is lőttem, nagyon király vagyok. Hát azért vannak szánalmasabb eredményeim is, de hát na ilyen ez. Szóval mondhatnám, hogy a játék itt lehet válni. Mint mondottam, a azt, amivel lehetünk gyakorlatilag a játékban. X átválthatunk a pénzt erre, illetve a szokásos tagság itt is megvan különböző kell, illetve a különböző pénzok, amik különbözőként változnak. Most vagy hetente vagy te. És különböző speciális még szintén AP ér megvehetők, illetve még van egy fül, hogy mit csinált mostanság. No, és itt az idő, valamit alapvetően, mint mondtam, én árt is vagyok ennek a karakter, mivel nekem ez a szívem annyi egy problémája van, hogyha nem fedeznek föl a live tankok, hogy az ellenfélből ki merre van, elég nehéz érvényesülni, de meg kell próbálni. Hát most 4-es szintben nem merek bejönni, pedig azzal kéne fejlődni. Meglátjuk, most kilőnek, mi van akkor. Igen, ott vannak a tankok, megyünk, milyen lőszerünk van, fedelés. Hát nem vagyok teljesen jól ellátva, mondom, nagyon rég játszottam. Ops, látható. És akkor látható különböző a típusa, annyi XP-je van, erő, tehát a programmal a tulajdonság, a legényes kapcsolatos információ, ops, minden egyéb. Nézzünk egy csapat, nem lesz olyan túl gyors, mint ahogy nekem néha szokott. Ez egy kicsit megváltozott, régebben máshogy volt. Igen, itt láthatók a különböző divíziók. Igen, a betöltés közben mutatják, hogy hol játszunk. Rengeteg éle van, hál' Istennek, elég változó. Közben stratégiai ajánlás, tippek, illetőleg valahol help opciói, el lehet olvasni ott alap dolgokat, de egyébként itt rengeteg oldal foglalkozik, akár magyar vonatkozásban is. Igen, itt például az RT-val kapcsolatos mondja, hogy hogyan törbe csinálom felünket egy csalival, hogy tudjuk kilőni a bokor. Na nézzük. Oha. Ghost Town. Hát valahova el kell bújni, az biztos. Ja, igen, ezek az árték nem túl gyorsak.
Igen, az artikel egy kicsit a nézet más. Illetve a ott már nem tudunk lőni, mert ott valamilyen jellegű akadály van. Hú, és ezt a többiek is hallják. Ah. Jó, egyet le is szedtek. Voltunk és... Tűz. Á, addigra bemozdult. Á, ezt el is találtuk. Na, ismételjünk. Megint megvan. Tölts újra. Tűz. És kiszedtük, oj, de király vagyok. Évek óta nem játszottam, és gyilkoltam. Akkor gyerekeknek toljuk a fedezőtüzet. Oda már toljuk is a sniper tanknak. Érzi, hogy őt lövöm. Be van szorítva. Igen, mert ha a fedezékbe bújik, akkor én nem tudom úgy kilőni. Hoppa, itt is vannak. Ó, bassza meg. Igen, ezt mondtam, hogyha nekem nem fedezik föl, hogy ki hol van, lövöldözhetek vaktába értelmetlenül. Igen, és sajnos művekre elég nehéz. Hát ez sajnos nekik jó helyben be van védve. Sajnos ott is. Ezt a snipert ezt ki kéne innen lőni. Például most? Ki is lőtték, jól van. Menjünk lejjebb, akiket látunk. Hopp, hopp, hopp. 10-6-ra vezetünk. Ugye látható a fönti csíkon az idő, az eredmény, illetőleg azon, hogy milyen érdemeink vannak, illetve a csapattársaink, illetve az ellenfelünknek a milyen típusú tankok vannak még a pályán. Hát ez nagyon, nagyon támad. Igen, ez egy light tank. Ott valami engem nagyon lefoglal. Itt kéne valamit kilőni, például ezt itt. Oké. Ez az! Itt a bázis nyerni többféle lehet alapvetően ugye, hogy megölünk, vagy kilövünk mindenkit az ellenfélből, illetőleg a másik, hogy X ideig elfoglaljuk az ellenfél bázisát, ami ha jól látom már nálunk meg is történt, mármint hogy valaki behatolt a ellenfél bázisába, hiszen villog, mint igen, ott is áll egy heavy tankunk, hopp, és valakit nagyon lő. Nem tudom, hogy... Let's zoom... Tudom ki... Ah! Itt van valaki, az utolsó ellenfél. Lőjünk rá, ugye nem fogjuk eltalálni. De hogy érezze a törődést. Töltünk. Igen, a terület... És meg is van szerintem a győzelem. Good game. Ezt lehoztuk. És még lőttem is ki tankot. Azt mondja, hogy... Na, azt nem is nekem írj föl.
Damage-et írták föl, Critical Hit, meg a... Nagyon jó. Assistot adtam, aha, ezt annak számolta el. Jó. Artiként, mivel ez egy support karakter, szerintem teljesen elfogadható. Itt megnézheti a személyes illetőleg csapatnak az eredményét. Na nézzük. Hát nyilván én nem a legjobbak közé tartozom sose. De... annak ellenére, hogy elnézem... Artiként... egyedül voltam. Ez mondjuk nem a... legoptimális... de... azt mondja, hogy... 100-t lőttben, 104-et... mondjuk azt most nem tudom összehasonlítani. Én de is... alapvetően nem voltam olyan rossz ahhoz képest, mint voltam. No. Tehát ilyen volt egy fantasztikus kis tank party módra. És nyilván amiket most értem ezzel a tankkal, itt látni, hogy tudok is fejleszteni rajta, méghozzá ezek szerint elég sok mindenre, úgyhogy föl is használjuk, igen. Elfogadjuk egyébe. Nagyon jó, maradt 3000. Ez is pénzünk. Úgyhogy fejlesztettünk a tankocskánkon. És most már Su 5.2-es. Az 5.3-as. És a következő körben már mehetünk az 5-ös szintű tankra, ami a Su 122A. És ott vannak, hogy mit kell hozzá érni. Amondó vagyok, hogy nézzünk még egy csatát. Mondjuk lesz egy light tank, alapvetően ezzel fog ugye kezdeni mindenki, kipróbálja. Ennek annyi a lényege, alapvetően menni kell, mint az. Viszont mozgékonyak vagyunk, gyorsak, illetőleg nagyon oda kell figyelni, hogy jó helyen ebb, Pacific Island, és akkor itt is kapjuk a különböző hinteket. Hát gyakorlatilag most jó, nem ugyanazokat adja be, nem azért változnak, jó, például. Tüzelésről. Igen, térkép, mint a saktábla, fel van az a betű szám koordinátorrendszerbe. Ez alapján lehet igazából tájékozódni. Különböző üzeneteket váltható társainkkal, akár a mikrofonon keresztül, most szegények, én itt beszélek nektek. Vannak beállított üzenetek. Alapvetően irányítása marha egyszerű, a két triggeren kívül nem is tudunk el használni semmit, illetőleg az előre gombot megnyomva, ha lenyomjuk, akkor utána csak megyünk, rácélzünk, mint a Artinál is, csak hogy gyakorlatilag végig azon a módban vagyunk. Hát ezt a pályát egyébként őszintén ezek nem ismerem. De menjünk a többiekkel. Hopp, vannak, aj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 
Ajaj. Hát, na igen. Ez nem az én harcmodorom. Egy médium tank is.
csapott belőle. Nem baj. Nem én haltam meg elsőnek. Talán. Vagy de. Talán nem. Na itt például most arti nincsen is. Elég érdekes felállás. Nem sokan egyébként. Ez ilyen speciális dolog. Általában mindenki heavy medium szeret lenni. A másik két karakter igen ritka. Na én egyelőre visszamegyek a garázsba. Amint vége van a mérkőzésnek, automatikusan a meccsnek a hatjait, vagy a ott szerzett pontokat megkapjuk. Nos. Igen, itt látható, hogy még csak amint vége van annak a meccsnek, akkor ezt az idegesítő hangon jelzi felénk, és ezáltal megkapjuk a ott szerzett pontot. Itt ugye lehet, hogy mondottam, van még két helyem, vehetnék tanulni. Most szerintem nem állok anyag, úgyhogy nekem nagyon kellenének ilyenek. Lássuk, mint mondottam, art is vagyok. Most ráadásul nem is tudnék venni. De sajnos, mivel ritkán jutok oda, csak nem vagyok olyan nagy elhető. Alapvetően az, hogy melyik típusban mik a legjobb tankok, erről lehet olvasni, én most őszinte leszek, fejből fogalmam sincs. Nyilván mindegyik tank típushoz, illetve szinten mindig másik a favorit. De ez is olyan dolog, hogy nyilván kell egy mögötte, aki vezet. Én, mint mondottam, nálam egy ország van, amivel úgy beszélnek, hogy szupét. És én, nekem többségében szovjet tankjaim vannak, de természetesen kezdetek kezdetén, mikor először játszottam, például még szovjet tankok nem is voltak, ha jól emlékszem, csak német, angol, amerikai. Azt hiszem ez volt az első etapban a játék legelején. Természetesen volt nekem is brit van 3, franciában volt 1, német 5, abból talán még most is van. Amerikaiból is volt 8, japánból 1, kínaiból 1. Lehet ezeket alapvetően nyitni. Hát a szlotokat kell bírni anyagban. Igen, és vannak tankok, amiket ugye ilyen prémium lehet ugye megvenni, és itt már mutatom is, hogy milyen extra felszereltséggel tudjuk a tankot ellátni. Hát na, igen. Itt kicsit az anyagi, itt a prémiumra én hoztam fel. Ez egy kettes szintű német tank, igen, mert ha jól emlékszem, nekem a legelső tankom, mikor az LT Traktor light tank volt. És utána ezzel f***tam. Igazából a játékról nem tudok mást elmondani, úgyhogy... Ah, erről a hangról beszéltem, tehát a csatából megérkezett. Javítások mindent mondtak, és megkaptuk azt a kevés XP-t és pénzt érte. No. Hát én úgy tudom, hogy ezzel zár a World of Tanks Xbox One-os kiadásának bemutatóját. Én úgy gondolom, hogy más kipróbálni, főleg akinek gold előfizetése van. Unaloműzésnek nagyon jó, nagyon sikeres a játék, nagyon sokan vannak. Még igazából olyan szakot sem tudok mondani, régről se, mondom, mostanában nem játszottam, hogy ne találtam volna ellenfeleket. Nyilván erre azért oda lehet figyelni, meg illetve a betöltés közben azért mutatja, hogy hol mennyi játékos van. Én csak ajánlani tudom bárkinek, hogy
próbáljátok ki, szerintem nagyon jó. Egyelőre ennyi volt a World of Tanksból. Tetszett a videó, nyomjatok rá lájkot, kövessétek a csatornánkat, figyeljetek bennünket a közösségi oldalakon, és igyekszünk minél több tartalommal megtölteni ezt a történetet a nehézségek ellenére. Nem voltam, majd folytatjuk valami hasonló dologgal.